Az okos leány, hol volt, hol nem volt, még 7 országon is túl, volt egyszer egy okos leány. De az olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még a királyig is eljutott. Annyit beszéltek a királynak a fülébe a leányról, hogy befogadott a hintóba, s a leányért küldött, elhozatta az udvarába. Fölviszik a leányt a palotába, ott a király fogadja, s mondja neki. Na te lány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Ha akkora nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam. Fonj nekem abból aranyfonalat. Én, felséges királyom, életem, halálom, kezébe ajánlom, van az édesapámnak egy 100 esztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, és akkor én is megvonom az aranyfonalat. Tetszett a királynak ez a felelet, mindjárt más kérdés gondolt ki. Na te lány, van nekem a padláson 100 lyukas korsom, foltozd meg azokat. Én jó szívvel, csak elég felsége, fordítassa ki a korsókat, hiszen az bizonyosan maga is tudja, hogy nem a színéről szoktak foltozni, hanem a viszájáról. Okos volt a második felelet is. Még mondok egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom, hát én azt mondom, hozz is meg ne is, legyen is meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakácsnétől kiért 2 citát, megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb. Megfogott egyet, a szita közé tette, s úgy ment a király színe elé. Itt van, felséges királyom, fogja a király a kezébe, éppen meg akarja nézni, mi van benne, de akkor a galamb kiröpült. Lássa, felséges királyom, hoztam is, meg nem is, volt is, nincs is. De erre már olyan erősen megtetszett a királynak a leány, hogy egyszerűen hivatta az udvari papját, s összeesküdött a leánnyal. Volt nagy lakodalom, eltartott 1 hétig is, talán 2-ig is, én is ott voltam, egyet jót táncoltam, aki nem hiszi, járjon utána.